amikor felkért ezen szöveg keresett, avagy keresetlen gondolatainak összegerebézésére, nem voltam teljesen tanástalan. Rövidnek tűnő pár éves ismeretségünk ideje alatt sok mindent megtudtam már róla, róluk, művészetéről, motivációiról. Ezen okokra, valamint arra tényre hivatkozva, hogy profilomat tekintve sem nem vagyok művészettörténész, sem nem esztéta, de még a filozófia talaján is motorkálva járok, engedtessék meg nekem a személyesebb, kötetlenebb hangnem. Gazdag ABC-nk egyetlen egy elemét kiemelve néhány alliterálni kívánó jellemző kiállítónkról, a szép szavak szótárából. Szaktudás, szisztematika, szimbólum, színkezelés, színarany, szép érzék, szó, szaru, szakáll. Színkezelés és színarany. Kolorítja élénk, intenzív, harsány, de sosem tarka, hanem gondosan átgondolt párválasztás vagy trió összeállítás eredménye. Alkalmanként újabb munkáin felfelbukkan az arany, mint fontos kiegészítő gazdagító elem. Szisztematika. Gyuri, tudatos alkotó, de emellett képei tele vannak pillanatnyisággal, az expresszivitás számos pozitívumával is, megállíthatatlanul aktív, kiállításainak, szerepléseinek, tagságainak, díjainak, szervezői és oktatói tevékenységének listája igen hosszú tekerse íródhatna, ha most leírtam volna. Nem mutatok ezzel szó. Nem azért jegyzem megint ezt, hogy Gyuri sokat szeret beszélni, hanem mert kimondott, leírt, megfestett, lerajzolt, szó, hang, jel, hármas hangzat is igen hangsúlyos az ő művészetében. Nagy hatást tud gyakorolni egy a maihoz hasonló, egyben látott jelkollekció, mert mindinkább szervesen összeillő rendszert kezdenek ugye alkotni. A képek szubjektív, vizuális ABC-ként is felfedésére. Nos, neki sok sikert kívánok a megkezdett és éppen folyamatában lévő útjának, nekünk meg hát, nézőknek, szemlélőnek izgalmas jelfejtést, valamint olvasgatást kívánok Kicsi György nagybetűvel jeleinek szövevényes hálózatában. Köszönöm szépen a figyelmet, a művésznek gratulálok a kiállításra.